Bővítés, újabb utcánkban építik ki a csapadék elvezető rendszert Nyírbogdányban. Hulladékból érték, különleges ruhákat alkottak a nyíregyházi művészetis diákok. Mentőnek ütközött, súlyos sérültet szállító és szirénázó mentővel karamboloztak. Takarékos és fejlesztésekre koncentráló költségvetést fogadott el Nyírbogdány képviselőtestülete, amellett, hogy biztosította az önkormányzat működése, jut forrás beruházásokra is, mondta a televíziónknak a település polgármestere. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják. Lisovszky Tamás Nyírbogdány polgármestere azt mondta, szeretnék idén folytatni a már tavaly elindult és a csapadékvíz elvezetési rendszer bővítő programjukat. Két utcában építik ki a hálózatot, így védve a háztartásokat a belvíztől. Járdaépítés is szerepel az idei tervek között. Emelkedőről halad a Szabadság utca lefelé Nyírbogdányban. Itt komoly gondot szokott okozni a csapadék. Ha esik, akkor szinte minden portára befolyik a víz. Ezen változtat egy beruházás, amelyben kiépítik a csapadékelvezető rendszert a Szabadság és a Petőfi utcában. Jelenleg éppen közbeszerzési eljárás van folyamatban csapadékvíz rekonstrukcióra. Ennek a befejezése, mármint a közbeszerzési eljárás befejezése hamarosan megtörténik. Második üteme egy topos pályázatnak ez a beruházás. A település két jelentős utcájában, a Petőfi utcában és a Szabadság utcán fogjuk végrehajtani ezeket a felújításokat. Jól látszik, hogy meddig tart a térköves járda a főutcán. Utána már töredezett az aszfalt, amit szintén idén szeretnének felújítani. Emellett folytatnák újabb utcákkal a csapadékelvezető rendszer bővítését. Van egy másik top pluszos pályázatunk is, szintén csapadékvíz elvezetés rekonstrukciós pályázat. Itt még a tervezési szakaszban vagyunk, egy megnyert pályázat, de itt még az előkészítési feladatokat hajtjuk végre. Illetőleg jelen pillanatban más pályázati forrással még nem rendelkezünk, nem tudjuk még a pályázati lehetőségeinket, de a költségvetésünket úgy állítottuk össze, hogy amennyiben lesznek pályázatok, akkor a saját erő biztosítása az megoldott legyen, és hát vannak olyan merész terveink is, hogy pályázati források nélkül szeretnénk két komolyabb beruházást is megvalósítani, hogyha erre nem lesz lehetőség a pályázatokon keresztül, ez pedig a főutca járda felújítása, illetőleg a Szabadság utcának az útszélesítését a tavalyi évben elvégeztük, és az idei évben pedig ennek az út szakasznak teljes egészében egy új aszfalt szőnyeget szeretnénk biztosítani. A település képviselőtestülete 733 millió forintos mérlegfőösszeggel fogadta el az idei költségvetést. A beruházási ráta 54%, felújítási kiadásokra 58,5 millió forintot különítettek el Nyírbogdányban. Azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését sürgeti a kormánypártok parlamenti nyilatkozata. Az erről szóló 8 pontból álló határozati javaslatot 130 igen és 24 nem szavazat mellett pénteken fogadta el az országgyűlés, mondta Vinnai Győző, a Fidesz országgyűlési képviselője nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus hozzátette, a nyilatkozattal kifejezik a béke melletti elkötelezettségüket, és azt kérik a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy kerüljék el azokat a lépéseket, amelyek a háború kiszélesedésével járnak. Vinnai Győző szerint a gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, az unióban élők életkörülményeit viszont jelentősen megnehezítették. A nyilatkozat azt is megfogalmazza, a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget, hiszen egyre több magyar férfit visznek a frontvonalba. A politikus úgy gondolja, a békepárti nyilatkozat a magyar emberek akaratát tükrözi, ezért elítéli, hogy a teljes baloldal nemmel szavazott a határozati javaslatra. Gyurcsány Ferencék és a teljes baloldal nemmel voksolt, ezzel kinyilvánították, hogy ők nem békepártiak. Mert a békepárti határozatban az található, hogy azonnali tűzszünetre van szükség és béketárgyalásokra, véget kell vetni a háborúnak, mert ez nem magyar érdek, és egyáltalán azt is mondhatom, hogy nem európai érdek, tehát a háború Európának csak magas energiaárakat, magas inflációt, különböző szankciókat hozott, egyre inkább elnehezül az élet, de amikor a nemzeti érdekről van szó, akkor a dollár
dollár baloldalra nem számíthatunk, hiszen jól tudjuk, hogy a dollárokért valamit cserébe teljesíteni kell a külföldi finanszírozásért. Éppen ezért elítéljük azt, hogy a baloldal ezt nem szavazta meg. Ők szavakban persze békepártiak, amikor konkrétan tenni kellene, akkor nemmel szavaznak. Az idei tavasz meglehetősen szélsőséges időjárású. Januárban a nagyon enyhe tél miatt korán megjelentek a rügyek a gyümölcsfákon, a múlt héten pedig napokig volt éjszakánként fagy, amely elsősorban a kajszi és az őszi barackfák tulajdonosainak volt rossz hír. Ráadásul ezen a héten is lehet számítani szokatlanul hideg estékre. A késő virágzó fajták, a cseresznye, az alma és a körtefák jelenleg még biztonságban vannak, mondta a kérdésünkre Apáti Ferenc, a Fruitweb szakmaközés szervezet elnöke. Január végén metszették az almafákat ebben a nagy káló melletti gyümölcsösben. A szokatlanul enyhe tél miatt hamarabb indult meg a rügyfakadás is. Március végén viszont visszaköszönt a tél. A múlt héten kedden nagy pelyhekben hullott a hó, és napokig fagypont alatti éjszakai hőmérsékleteket mértek. Az elmúlt napokban március végén betörő sarkvidéki eredetű hidegfront nyomán kialakult Észak-Kelet Magyarországon, Szabolcs megyében két fagyos éjszaka. A legmélyebb hőmérsékletek a -5-6 fok magasságában voltak, de talán azt lehet mondani, hogy megyei átlagban mindkét éjszaka -3-4 fok között volt az átlag hőmérséklet. Az látszik, hogy a virágzó kultúrákban, ez most elsősorban a kajszibarack és az őszibarack, már okozott olyan mértékű károkat, hogy valamennyi terméskieséssel kell vagy lehet számítani, de úgy tűnik, hogy még a virágzó kultúrákban sem drasztikus mértékűek ezek a terméskiesések. A szakember szerint a múlt heti fagy miatt lehetséges, hogy a korai hazai kajszi és őszi barack ellátásban majd júniusban gondok lehetnek, de most még a kár pontos mennyiségét nem lehet megbecsülni. Más gyümölcsfák esetében viszont szinte biztosan nem okozott gondot a hideg. A virágzás előtt álló kultúrákban, ilyen jelen pillanatban Szabolcs megyében a szilva, a cseresznye, a körte és az alma is, de még ide sorolható a medgy is. -3-4 fokig különösebb károk nem keretkeztek, ezt még a virágzás előtt néhány nappal vagy egy-két héttel álló kultúrák el tudták viselni. Ahol lokálisan ennél hidegebbek, -5-6 fok, vagy akár az alatti hőmérséklet alakult ki, ott valószínűsíthető, hogy bizonyos mértékű virágkárok már a virágzás előtti kultúrákban is lesznek, de azt terméskárra, terméskiesésre átváltani jelen pillanatban még lehetetlen. Apáti Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban és főleg májusban még várható fagy, ami már jelentősebb kárt okozhat a gyümölcsösökben. Ennek ellenére most a gazdálkodók még bizakodhatnak az idei jó termésben. Egyre nagyobb a különbség a benzin és a gázolaj ára között, szerdán pedig tovább nyílik az árolló. A benzin nagykereskedelmi ára ugyanis nem változik, míg a dízel literje újabb 10 forinttal csökken. Így április 5-től átlagosan 614 forintba kerül a 95-ös benzin literje, míg a gázolajat 590 forintért vásárolhatják meg az autósok. Néptáncos seregszemlével zárult idén a Móra napok. A Nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolában rendezték meg a Garabonciás regionális gyermekszóló néptánc találkozót. A versenyen művészeti iskolák és tánc egyesületek tagjai közel 100 táncossal képviseltették magukat. Perdül a szoknya és népzenétől hangos a Móra Ferenc általános iskola környéke Örökösföldön. 20 éves múltja van a Garabonciás regionális gyermek szóló néptánc találkozónak, melyre idén is szép számban érkeztek összesen 8 intézményből a néptánc kedvelő fiatalok. Fabó Bettina elmondta, kicsiktől a nagyokig mindenkinek alkalma nyílik megmutatkozni kötelező és szabadon választott táncokban is. A gyerekeknek 2 táncot kell bemutatni a mai nap folyamán. Van egy kötelező tánc, ahol ráb a köz tánc hagyományaiból fognak megmutatkozni, illetve van egy szabadon választott táncuk, amit mindenki magának választ ki kedve szerint, és ez a 2 tánc alapján fogják majd értékelni őket. A zsűri pántlikás és bokrétás díjakat, valamint külön díjat fog nekik kiosztani. A zsűri pontozással értékeli a produkciókat.
A színpadi megjelenés és a különféle táncok ismeretén túl a produkciók egyéni mi volta és előadásmódja is sokat számít a látottak értékelésénél. Fejtette ki Herz Vilmos, a Debreceni Népi Együttes művészeti vezetője. Én zsűritagként vagyok jelen, és azok a szempontokat, amit néptáncpedagógusoknak is általában el szoktunk mondani, nagyon fontos a színpadi megjelenés, a viseletnek a viselése és a színpadon való hordása. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az adott táncanyagot azt anyanyelvi szinten ismerjék és tudják, és ezt vissza is tudják adni a közönségnek. Nyilván itt az előadás módban ugye nagyon nagy különbségek szoktak lenni, mert van olyan gyermek már, aki tényleg színpadra termett és szólista, és olyan attitűdöket mutat, ami szenzációs, tehát már felnőtteket megszégyenítő tudással rendelkeznek, és ezeket próbáljuk majd egybegyűrni a pontozás során, és a legmaximálisabb pontokat adni, akinek csak tehetjük. A diákok minden évben nagy erőbedobással vesznek részt a nekik kínált programokon, melyekből idén sincs hiány. Ezen a 6 napon 8 féle versenyt hirdettünk, mindenféle területen. Hétfőn volt labdarúgás, ahol a sporttehetségek mutatták meg magukat. Kedden az idegen nyelvi tehetségek, az angol nyelvi versenyen, a logikai tehetségek a sakkbajnokságon. Szerdán rajzverseny volt, csütörtökön volt a Cinege király természetismereti verseny, ugye tegnap, és hát ma van igen a legnyüzsgőbb napunk, a regionális néptánc találkozó. Talán a 8 verseny közül területileg ez a legnagyobb, hiszen, mint a nevében is benne van, nem csak városunkból, megyénkből, hanem a régióból érkeznek ide táncegyüttesek. A lányok és fiúk gyönyörű viseleteket vonultatnak fel nem kevesebb, mint 128 produkcióban. A néptáncosok talpalávalóját kiváló muzsikusok szolgáltatják a Szikes zenekar közreműködésével. Majdnem bravúrosra sikeredett az új kisvárdai vezetőedző Milos Krusics hétvégi bemutatkozása. 2 gólos vezetésről játszott döntetlent futballcsapata a Puskás Akadémiával. A további eredmények a következők: Újpest-Zalaegerszeg 3-2, Budapest-Honvéd-Paks 1-2, Kecskemét-Mezőkövesd 0-1, Ferencváros-Mol-Fehérvár FC 2-2 és DVSC-Vasas 3-1. A tabella élén a Ferencváros áll 51 ponttal, a 34 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a folytatást. Nem mindennapi sportélményben volt része azoknak, akik a helyszínen tekintették meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Sopron kosárlabda mérkőzést. Kétszeri hosszabbítás után szenvedett vereséget a hazai csapat, akik cápák az NB1 A csoport alapszakaszának utolsó fordulójában a Sopront fogadták, és a rendes játékidő 69-69-es döntetlennel zárult. 5 perc ráadás után 78-78 volt az állás, majd újabb 5 perc játék következett, amelynek végén a vendégek örülhettek 90-84-es győzelmüknek. A Nyíregyháza jövő szerdán Pakson kezdi az alsóházi rájátszást. A hazaiak biztos utolsóként, a vendégek pedig a felsőház biztos tagjaként vágtak neki a mérkőzésnek. Az első negyedet 3, a második negyedet 4 ponttal nyerte a Sopron. A folytatásban zárkózni kezdett a Nyíregyháza, majd a vezetést is átvették a cápák. A vendégek azonban fordítani tudtak, így a rendes játékidő végén Koné büntetője kellett az egyenlítéshez. Az első ráadás nem hozott döntést, a második 5 perc viszont már a Soproné volt, amely végül 6 ponttal megnyerte a találkozót. Mindkét csapatnak gratulálok a nagy küzdelemért. A Nyíregyháza megérdemelte, hogy ilyen jó meccset játszon, és szerintem jó esélye van arra, hogy még jobb legyen a folytatásban. Ami minket illet, nehéz volt úgy játszanunk, hogy a legfontosabb célunkat az előző fordulóban elértük. Hangsúlyoztam a csapatnak, hogy nem becsülhetjük le az ellenfelet. Nagyon büszke vagyok az 5. helyre, de még fontosabb, hogyan játszunk majd a playoffban. Remélem, olyan jó teljesítményre leszünk képesek, mint amit mutattunk az elmúlt 1,5 hónapban. A hazaiak edzője a vereség ellenére is elégedett volt csapatával. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert megmutatták, hogyan tudnak küzdeni. Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk jó kosárlabdára. Nagy akarással védekeztünk, a rendes játékidőben 69 ponton tartottuk a bajnokság egyik legjobban támadó csapatát.
A statisztikát nézve nagyjából minden azonos, viszont lepattanóban felülmúltuk az egyébként nagyon atletikus ellenfelünket. Ebben óriási szerepe volt Konénak. Ha ekkora szívvel játszunk, mint ezen a meccsen, akkor mindenkinek megnehezíthetjük a dolgát. Azért is vagyok különösen büszke, mert Kópsz nem is lépett pályára, Pipirász megsérült a harmadik negyedben, és ilyen szűkebb rotációval is kiválóan játszottunk. A 11 pontot szerző Fazekas Csaba szerint a rájátszásban tudnak építeni a mérkőzésen tapasztaltakra. Egész meccsen tényleg egy kiki párharc volt. Sajnos a végjátékra kijött a fáradtság, és illetve az, hogy sokszor nem biztos, hogy csapatba gondolkozva akartuk megoldani a szituációkat, és ez kihatott a végjátékra. De nagyon szóval, hogy egy ilyen csapat ellen kétszeres hosszabbítás játszani, ez nagyon nagy szó. Úgyhogy sokat változott a keretünk évközben, és úgy gondolom, hogy ez a bajnokság végére ki fog fizetődni, és mindenképpen bent kell, hogy maradjon a csapat, és szerintem ez most egy nagyon jó momentum volt, hogy ebből erőt merítsünk, és a következő 10 mérkőzés az úgy eljünk hozzá, hogy én is megmutassuk, hogy kik vagyunk. A forduló további eredményei a következők: Albafehérvár Szombathely 97-91, Körment Atomerőmű Esen 82-74, Szeged Oroszlány 85-63, Zalaegerszeg Kecskemét 68-71, Deac Kaposvár 83-71 és Szolnok Budapesti Honvéd 91-69. Az alapszakaszt a Szombathely nyerte 21 győzelemmel és 5 vereséggel. A Nyíregyháza 2 győzelemmel és 24 vereséggel az utolsó helyen végzett. A Kiscápák jövő szerdán Pakson kezdik az alsóházi rájátszást. Kis hián súlyos baleset történt hétfőn délelőtt Nyíregyházán, egy mentőautónak ütközött egy terepjáró a Bayi Ádám körúton. A mentőautóban egy súlyosan sérültet szállítottak Tokaj felől, amikor a Korzó bevásárló központ irányából egy fekete Mercedes terepjáró fordult a szirénázó mentőautó elé. A mentő szinte állt, ennek ellenére nem tudták elkerülni az ütközést. Személyi sérülés ugyan nem történt, de az anyagi kár milliós, mind a mentőautóban, mind a terepjáróban. Különleges divat bemutatót rendeztek a napokban a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban. A fiatalok megmutatták, hogy hulladékból is lehet értéket teremteni. Divatos ruhákat alkottak a diákok, amelyeket be is mutattak a nagy közönségnek. Nagy a sürgés forgás a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium emeleti tantermében. Izgatottan készülnek a modellek egy divat bemutatóra. Az utolsó simítások után pedig kezdetét is vette a show, ami még soha nem volt az iskola történetében. Igazából a szükség szülte ezt a megoldást, mert sajnos ebben az évben egyáltalán nem kaptunk a fenntartótól eszközre semmilyen anyagi támogatást, ezért a maradék anyagokból, adományokból, tényleg ilyen papír töltelékekből, csomagoló papírokból készítettük el a ruháinkat, de a szükség nagyon sokszor kreativitás szül, és ebben az esetben is azt tudom mondani, hogy ez egy a hulladéknak az esztétikumát maximálisan kihasználtuk. A fa és a víz témáját dolgozták fel. A motívumgyűjtés után vázlatolás következett, és az elkészült divattervekből választották ki azt a közel 30-at, amit aztán meg is valósítottak. Ilyen volt például az első ránézésre gombának tűnő jelmez, valójában azonban ezt a medúza ihlette. Emese tervezte ezt a gyöngyös ruhát is, amelynek elkészítése nem volt teljesen zöggenőmentes. A gyöngyházas ruhával volt egy kis probléma, hogy az utolsó héten kiderült, hogy az eredeti modellem, akiről a kép is kint szerepel, az nem tud eljönni, úgyhogy az utolsó pillanatokban kellett átalakítani a gyöngyös ruhát, de hát a modellem nagyon türelmes volt, hál' Istennek, és gyorsan tudtunk haladni, és készen is lett a ruha. Volt olyan tervező, aki nem ruhával, hanem egy stílusos és szerethető poliptáskával készült a bemutatóra.
Egy plüsses anyagot használtam, rugalmas plüsses anyagot, amit hát elég nehéz volt varni, de azzal még nem volt probléma, van kezem, van varrógépem, azt könnyű volt összeállítani. Viszont ugye sok műanyaggal kellett dolgoznom, ugye égetni kellett őket, hajlítgatni kellett őket, és akkor volt olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy hú, hát én erre nem leszek képes, de aztán sok próbálkozás után meg sok órás munka után ugye sikerült véghez vinni a terveket. A ruhák a természet különböző elemeit idézték meg a fél éves előkészület után. A közel 30 különböző öltözet megalkotásánál két kulcsszót tartottak szem előtt a leendő divattervező diákok, a környezettudatosságot és a kreativitást. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Takarékos és fejlesztésekre koncentráló költségvetést fogadott el Nyír Bogdán képviselő testülete, amellett, hogy biztosította az önkormányzat működése, jut forrás beruházásokra is, mondta a televíziónknak a település polgármestere. Szeretnék idén folytatni a már tavaly elindult és a csapadékvíz elvezetési rendszer bővítő programjukat. Két utcában építik ki a hálózatot, így védve a háztartásokat a belvíztől. Járdaépítés is szerepel az idei tervek között. Különleges divatbemutatót rendeztek a napokban a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban. A fiatalok megmutatták, hogy hulladékból is lehet értéket teremteni. Divatos ruhákat alkottak a diákok, amelyeket be is mutattak a nagy közönségnek. Kis hiány, súlyos baleset történt hétfőn délelőtt Nyíregyházán, egy mentőautónak ütközött egy terepjáró a Vai Ádám körúton. A mentőautóban egy súlyos sérültet szállítottak Tokaj felől, amikor a Korzó bevásárló központ irányából egy fekete Mercedes terepjáró fordult a szirénázó mentőautó elé. A mentő szinte állt, ennek ellenére nem tudták elkerülni az ütközést. Április 3-án hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn este megerősödik a szél, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, a hőmérséklet 0 és 2 fok között alakul. Kedden délelőtt marad a szeles idő, de néhol hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, esőre nem kell számítani. A hőmérő higanyszála 7 fokig emelkedhet, hasonlóan alakul a hőmérséklet a hét további részében is, az előrejelzések szerint csütörtökön még havazás is előfordulhat.